hollandi mártás, ami a következőkből áll: tejszín, tojásárga, citromlé, meg aki szeretne, rakhat bele egy kis olvasztott vajat is, mi most ezt kihagyjuk belőle, csak alapot megmutatnám, hogy hogy működik. Tehát ezt az ételt vízgőzön készítjük el azért, mert a tojás, hogyha nagyon magas hőt kap, akkor az elkezd kicsapódni, és akkor ebből havar tojás lesz. Ezért kell vízgőz fölött megcsinálnunk. Először külön választjuk a tojásokat, a sárgát a fehérjétől. Normál egy deci tejszínhez egy sárgája, legyen kettő a biztonság kedvéért. Mi három sárgájából csinálunk, két deci tejszínnel. Ezt a kettőt összekeverjük, tehát a tejszínt és a tojássárgáját, és fölrakjuk a vízgőz fölé, és folyamatos kevergetés mellett, amíg el nem kezd sűrűsödni, addig kevergetjük, és amikor elérte azt a mártás állagot, utána félrehúzzuk, kis só, kis citromlével ízesítjük. Nagyon-nagyon egyszerű kaja. Aki vajat rak hozzá, azt most lehet bele csurgatni egy picit, tényleg nem sokat, egy pár deka vajat, az még sejmesebbé teszi az ízét, de így is nagyon habkönnyű, finom mártás halakhoz, esetleg zöldségekhez.